Ezt a kutat ismered? Én is. Ez a izé, ez régen mozgunk voltám. Eladták, mert nem ment, baszki. Jöttek a lengyelek, azt megvették. Kell. Mindjárt visszafordulok a faszba. Hát sehol nincsen Zvolen. Hol van ez a Zvolen? Erre kell menni egyáltalán? Na! Miért jó, hogy lejtő jön. Sehol. Bazd meg, nem lehet nyomni a gázpedál, gyerekek. Itt döglünk meg a sivatag közepén, komolyan mondom. Semmi nincs itt. Semmi. Te benzinkút? Honnan tudjátok? Nincs benzin, biztos lenne, hogy belófasz gázolaj megy ebbe a szarba. Benzin. Ekkor nem is benzinkút kell, hanem gázolajkút van, azért miről beszéltem. Vágnom kell itt az utakat, mert itt most ezt figyeltek ide, aki kezdő kamionos, nem tudja, mit ödöglik még a lény. Most figyeljen, mert itt a technikákat mutogatok, baszki, hogy ilyet még biztos nem pipáltok, az hétszentség. Ezeket irogassátok át föl magatoknak, baszki, hogy így kell üzemanyagot spórolni. Erre, figyeljetek, én ezt akadémiákkor szoktam már vizélni.
tanítani. Mert ennek nem kell mondani a magatokért. Tudom ám ez, hogy megy. E itt van Zvolen, itt van egy részt. Bazdmeg, ez jó, jó fele megyünk. Ez Zvolen az, bazdmeg, az ennyi. Ez szép település. Szép környéken van. Ennyit tudtok aggódni. Mindjárt oda néz. Mindjárt 100 méter. Szépen nyugodtan meg kell reszteni ilyenkor, gyerekek, fölmentek egy emelkedő, lehetőn vagytok gáz, ami a csövön kifér. Lendület fölviszi titeket az emelkedőre, bazzek, hát emelkedőn nagyobbba teszik a izé, paripa. Lefele meg azért, hát ez a lófasz az, ki kell használni a hátszeret. Írogassátok ezeket szépen fölfele, nem ám itt félváron veszitek ezeket az információkat, mert ne akarjatok itt velem újat húzni. Ez kanyarodott ki múltkor elém, bazd meg, megismertem a rendszámáról. Hát ezekhez nekem figyelj ide, olyan az anyja, mint egy komputer. Megismerem egy az ilyet szempillantás alatt. Itt vagyunk Zólyomba, gyerekek, na, tessék. Ezt is megcsináltuk. Hova kell menni, melyik céghez? Tudja a fasz. Tudom, hogy hova kell menni? NTG-hez kell menni. Tudom én. Hogy ne tudnám? Na mindjárt vége a falunak. Hello! Ha milyen NTG, bazd meg, a vége a falunak, gyereke, ne basszatok ki velem! Jó van, nem jön semmi, úgy sem, gyorsan! Adjatok rá a szélvédőre, bazd meg, mert itt van bent jobbra. Ott van bent. Hát de hogy megyek én oda be, te? Ott van. Hát de nincs ám kitáblázva. Érted, elő kell mennem itt a... A kurva anyját pedig régen innen lehetett megközelíteni, bazd meg. Hát ez most ez... Ez hogyan van ez? Bazd meg. Várjál, akkor kiket olatni? Gyerekek. Kiket enni a vészjelzőt, mert itt aztán nagy kalimpálások lesznek. Különben. Nem akarok itt azzal időzni, hogy megverek itt egy-két küzügét, bazd meg, mert... Érted azért. Elfoglaljuk a keresztelődés megint. Apád faszát, hát kollega nem látod, hogy jövök, bazd meg! Előre menjél te meg már. A kurvát faszát te! Hát a
akkor meg kell itt kavarni a dolgokat egy kicsit, várjál! Ki kell logikáznom. Az a DSV, oda nem tudom bemenni, bazd meg, erről beszéltetek nekem, oda nem tudunk bemenni. A lófasz. El kell menni erre. Gázolajkút, ez megvan, itt vagyunk, megjöttünk. Megjöttünk, gyerekek, hát. És mondtam én nektek, nem kell itt idegeskedni. Állandóan csak stresszeltek itt. Tessék. Na. Jó van, telerakjuk a kicsikét. Aztán... De nincs itt valami járókelő? Dehogy nem, ott a csóka. Megkérdezzük ezt a buzit. Indulj már el. Várjál, ott a túloldalt. Dobar dan. Buenas noches! Hello! Szevasz, figyelj ide! Merre van az MTG? Miklós! Ivadar! Géza! Merre? MTG! Hol van? Szembe! Na jó van akkor. Jó van! Köszi, szevasz! Nem tűnt túl meggyőzőnek ez a fickó, bazd meg. Biztos arra kell menni? Ez egy nagyon egy... be volt az álma, bazd meg, ez szerintem robos. Fekete lyuk. Vigyázzék el. Hát ez nem az! A gyerekek, ez nem az, ez Audi! Nem Audi, autó! Auto di Alonso! Bazd meg! Merre? Menjek be, ezt kérdezzem meg, hát megy a fasz! Hogy fogok onnan kiforrogni? Szerinted? Nem fogsz bevinni a hülyeségbe megint? Bemegyünk arra, gyerekek! Gyanítom. Múlt hét ott van jogosítványom, az meg itt szammog, az a szar, amikor lejtő van, te valamire való sofőr ilyenkor nyomja, mint az állat.
ne basszák ki velem. Itt van! Nem ez az egy mezőgazdasági cég az? Hát elmentek a picsába, most süt eszembe! Autókat viszünk! Autódi Alonzóba kéne menni, akkor nem? Hát miért nem TG? Hát autókat viszünk, bazd meg! Hát pontosan! Autókat viszünk, ott volt az autógyár! Bazd meg, vagy mi a lófasz kereskedés? Most hol fordulok meg itt a napraforgó mező, vagy mi? Kurva anyjába! Ők ezekben az autókban izé van ám. Parafadugó. Végig mindegyik meg ki van bélelve. Tele van. Tele van baszva az egész parafadugóval. Ne bazd meg, ma Magyarországon vagyunk, gyerekek! Nem biztos ez az autószerviz. Nem biztos ez. De annyira nem ajrézzatok itt nekem egyelőre még. Mindjárt itt van egy fasz a pihenőhely, itt megállunk. Irányjelzőt meg ki fog rakni, bazd meg a szomszédod, vagy mi? Mi? Hülye gyerek! Hogy mennem kell, kiket kell érni a tahográfot, nem érek már itt most picsázni veled. Veszetlen. Nem igaz itt, bazd meg itt. Mindig mindenkivel itt bajok vannak. Na. Szóval új úterővel gyerekek tudunk menni. És akkor meg is fordulunk. Visszaérünk ám. Mindjárt ott vagyunk, gyerekek. Ne aggódjatok annyit. Gyerekek, ott vagyunk már! Szóljatok ám, mi van? Kinek száradjatok azért? Bazd meg! Mi van? Hú, az anyja 700-át! Maranka csinált nekem ide valami olyan üzékkafét. El kell kóstolni. Ebben az meg, az beszippantottam az egészet. Ott a lófasz, hát bazd meg. Figyelj ide!
Beugorjunk akkor ide megkérdezni, mi van? Mi? Gyerekek! Hát ez mi, bazd meg? Szerviz! Hát akkor szereljetek meg, ha már itt vagyok. Bazd meg, kicsit igazítsátok meg itt nekem az olajat. A biztosíték cserét kell nyomni itt, bazd meg, mert... Azt írja, be van húzva a kézifék, már nem írja. Hát most itt... Várja, megkérdezem ezt a picsától. A férek. Csókolom! Beszélj magyarul vagy valami? Valamit megek magunk. Ugyan ide viszek valamit autókat. Itt vannak mögöttem, az meg a puttonyba. Hova kell vinni ezt? MTG hol van? Hát ha maga nem tudja, akkor mégis ki? Ha nem itt lakik, vagy mi? Magyarból jön át ide dolgozni. Jaj! Viszontlátásra basszom. Ezt a szerencsétlen idiótát te! Mondja nekem, mennyire tele van a tököm, bazd meg! Ezek semmit nem tudnak itt, te! Senki semmit! Jó van, gyerekek, jobbra már nem kell menni, arra már voltunk! Ugye ide! Menjünk balra! De mi volt, ha DSV-be kell menni? Magyarázzál nekem, te! A magyarul beszélt a nő. Hát csak elfogadta volna az autót, hogy oda kellett volna vinnem. Az meg ilyen nincsen. Ilyen nincsen, az meg. Elmegyünk arra! Magyarázhattok itt nekem, hát nem látjátok, hogy nincs. Érted? Hát nem itt van lenn? Most mit játszátok itt magatokat?
Mindenhova oda találtok, bazd meg. Várj, erre kemen, erre jó. Hogy többet tudtok ti, mint én. Honnan tudjátok, hova kell menni? Azokat én bolyogtam volna. Hát keresztelik itt a céget. Szállító rajta van egy MTG, azt DSV lesz belőle, mire ide érünk. Adja passzát, asszát. Nyisd ki a kaput, jövök nagyon. Kurvára ideges vagyok. Lebazd meg. Aztán itt hol van? Őzé. Hol a lerakó? Még ha itt lett volna, ha nem itt hagytam volna ezt a picsába, velem nem fognak itt baszakodni ezek a szarházők, a szétszentség. Ide adj el nekem a melót, azt átkeresztelik, bazd meg, az azért tulajdonos váltásul. Elmennek az anyjukba ezek ám, bazd meg. Hát mit képzelnek ezek maguk, bazd ki? Hát az én időm azért véges ám, bazd meg. Mit gondoltak ezek, túlórázni fogok neki? Vagy mi az aktív passzát? Ne átba mi? Rohadt meg ez a szar. Ahogy esik, úgy puffan. Többet nem akarom látni ezt a szart. Hát micsoda dolog volt ez? Most azért őszintén. Ha nem én ülök itt, hanem valami kezdő. Érted? Az elment volna, bazd meg. Izlandra. Érted? Ez szinte elsőre ide találtam, azért pedig nem volt egyszerű, már átkeresztették a céget. Ha. Mondtam én nektek, biztonságban vagytok, még engem láttok. Ha hol vagyunk? Menjünk innen el sürgősen, mert ez nem egy barátságos környék ez. Ez fölfele nincsen fuvar? Hogy ne lenne? Apja faszát! Na oda fölmegyünk Elbakba. Bemegyünk Lengyelbe. Nézzünk itt valami támpontot. Mik vannak itt erre fölfele? Jó, mondjuk ezeket a kívülről folyam itt. Várjál, én gépkocsikat nem viszek. Ez nem gépkocsi, várjál. Ne kavarjatok itt nekem ennyit, hát várjál. Kavartok itt, baszki. Nincs levegő, gyerekek, nincs levegő. Hát meg a forgalom is elég szar volt az idefelé jövet, láthattátok. Rugók tömkelege mindenhova, de nem győztem előzgetni ezeket a balfaszokat.
Jó van, figyeljetek ide, én nem fogok itt vinni ilyen izét. Biztos kurva életén ide izét fogok vinni, dupla pótkocsit. Na, itt is van, tessék. Ha figyeltek, hogyha már megyünk, akkor ne egyet hozzunk kettőt. Én régebben ötöt szoktam el úgy ide. Na figyeltek, ide akartam mondani ám. Újság, bazd meg. Van nekem egy... Hello, fasz. Van nekem egy ismerősöm. Várjál, mert... Megint látod? Elő kell venni a rutinomat, látod? Én ide jöttem, kapásból felmértem a terepet. Láttam, hogy jobbra nem tudnánk kifordulni. Balra, balra. Innen, nekünk innen nézve jobbra, de amúgy balra, értem. Hanem látom azt, hogy meg kell kerülni az egész épületet, nem lehet kiforogni. Hát jöttök, ezeket sok... nem tudják ám sokan. Érted. Ide jönnek, bazzak, hebegnek, habognak. Jaj, mi lesz, mi lesz, mi lesz? Apát fasza lesz. Nem kell picsázni. Na figyeljetek ide, ám minden kijövünk, aztán majd belemegyek ám ezt a dolgot. Most ne zavarjatok itt, mert láthatjátok, hogy nem egyszerű ez a művelet. Le kell engedni a kamiont, kezdjük ott. Eltollak, bazd meg, a lengyeleknek a fővárosáig, bazd meg! Akadjál már föl! Mit picsázol velem? Hát mi van? Amiben belemegy. A mondd a nevét, ahogy már mindent én mondjak. Elmegy a levegő, bazd meg. Üdvözlöm a mamádat, Victoria. Ez is csókolok. Nagy tisztelője vagyok, mondd meg neki. Lehet találkoztam már vele régen. Ki tudja, figyelj. Én nagyon sok emberre találkoztam már. Figyelj ide, szarulva, megcsinálva a pókkocsi, nem én tehetek róla, helyjába engem megkésztek itt, bazd meg. De nem én tehetek erről, gyerekek. Hát bazd meg, tudjátok hány pókkocsit akasztottam már föl? A levegőt nem vettetek annyiszor, mint hány pókkocsit én elhúztam már, bazd meg. Nem magyarázzatok már itt nekem. Na tessék. Fődegesítettetek most, azt egyből rácuppant ez a szar. Apja faszát ennek a kurvának, hát nem igaz. Na de úgy van ide rakva, hogy a kollega úgy talpalta le ide nekem, hogy na mindegy, most nem megyek már bele egy szakmai dolgokba. Nem akarom itt elvinni a lényegről a hangsúlyt. Nem akarok itt szakmázni annyira. Kaglen! Látod, hogy egyből kifértünk ám, gyerekek? Egyből. De figyeljetek ide, mennyire kell menni lengyelbe? Balra? Arra van Magyarország, jobbra meg... Várjál, nem innen jobbra, hanem másonnan jobbra. Jó, ne kapkolódjatok, nem szabad sietni, gyerekek, itt nehéz terrel vagyunk. Hány tonnát húzunk? Mindegy. Ha balra van magyar, jobbra meg...
semmi. Úgyhogy jobbra megyünk. Várjál, egy fő van festve. Erre nem mehetünk, bazdmeg, hát ez Košice. Atya passzának kell Košice, arra megyünk. Fisája történt. Azt a kurva! Bazd meg megint a tükör! Ezt nem hiszem el! Kibaszott tükröt állítgathatom majd vissza. Valakit... Lehet-e, jött egy vaddisznó csorda, bazd meg, azt át akartak menni. Figyeljetek ide! Szerencsétek van! Szlovák mafiával jóba vagyok! Azok kipenderítenek bennünket pikpak! Szépe. Ott már Armageddon van, gyerekek. Vigyázni kell nagyon. Hova kell menni? A Bratislavát ír ez a barom. Nekünk nem Bratislava kell, föl kell menni izébe. Lodz fele. Merre van Lodz? A merre? Arra van Magyarország. Tudja, jel van az enge? Úr, de bele van az enge. Merre kell menni? Mi csak erre tudunk. De ezek azóta itt ez élek, razziáznak. A kollega jó megszívta. Az benyelte rendesen. Azt a szentit. Te hirtelen jött a kanyar. Majdnem gyerekek, majdnem itt. Megszívtuk. Mi az a bucsa? Minden megyek én erre, aztán szarok én bele. A mai kiukadunk van valahol. Eddig mindig volt valami, nem?
nyilegyenesen kell fölfele menni. Nem tudom, hova megyünk. Ha hiába kérdezitek, hova megyünk. Lengyelnek a legtetejére. Észtország fele. Észak föl a üzébe, skandináv egységbe. Megyünk egyet fürdeni oda. Hogyne. Tempózni kell, baze, lejár nekem a munkaidő, aztán vége van ám, gyereke. Nem fogok itt túlórázgatni, úgyhogy nyomni kell. Megint ösztönből kell tájékozódnom. Gyereket. Az a legbiztosabb. Vagy hát hány óra van, gyerekek? Mikor lesz már reggel, bazd meg? Nem látni ilyen sötétbe. Megyünk ám nagyon. Ha megint jön ez a picsa zene, bazd meg. Úristen. Mennyi vákó jön ez itt nekem, bazd ki? Másik oldala fog pörögni. Elgúrja. Mi ez a tranava? Ha merre van ez a tranava? Mi? Gyereke, mondjátok már, mi van. Bazd meg, hát olyan hamar elmegy a tábla. Trendszín. Merre kell menni? Direkt megvárjátok, míg elhagyjuk a keresztelődést, mi? Ismerlek már benneteket, bazen. Bratislavába megyünk vissza, te! Nem. Nem oda. Meggondoltam magam. Nem megyünk vissza. Egyenesen mi van? Tranava. Brno. A Brno merre van, bazd meg? Nagy Szombaton vagyunk. Mi van? Vasárnap van. Mi van itt most? Csak jobbra tudok menni. Santa Maria! Brno. Merre van Brno? Régen jártam már ott. Ismerős, ismerős, de nem ugrik be, hogy hol van, baszki. Azért minden, ahogy már tudnom, kelljen. Na, Tranava. Vége. Ennyi volt Tranava. Brno már cseh. Jó, hát tudom én. Hát tudom én, de hát merre van az? Jó fele megyünk? Hogy ne tudnám ezeket, baszki? Hülyének néztek mi? Hol van? Felfele?
Akkor jó fele megyünk, gyerekek. Na, figyeltek ide! Van nekem egy kurva jó haverom. Joe. Amerikai. Aztán... Ezt akartad előbb mondani, nagyon csak belém folytottátok a szót, bazen, hogy löktétek itt nekem a vakert kegyetlenül, hogy erre meg arra meg így meg úgy azt csináljak. Csak eszembe jutott. Aztán... Mondta, hogy menjek ki Amerikába egyet, bazd meg. Mondom, milyen fasz csinálk én Amerikába? Hát, azt mondja, kicsikét ott is, izé. Meg kéne nézni a csajokat. Mondom, kamion van nem? Amerikában minden van, azt mondja. Gyerekek, lehet kiúrunk Amerikába egyet majd. Meglátjuk, még nem ígérek én semmit, gyerekek, mert jó van? Azért ki tudja, nekem elég sűrű itt a menetrendem aztán. Figyeljetek, én azt sem tudom, hogy holnap mit fogok csinálni. Érted, ez olyan sűrű a menetrendem, bazd meg. Én óráról-órára élek. Érted? Ha van egy határidő naplom, azt követem. Azt kell követtem, én óránként csekkolom. Bazd meg. Hát nekem itt nem magyarázatok. Mi van? Milyen friss soksis vagyok én, te? Rád férde egy saller, hogy látom. Bazd, majdnem ledobott ez a hátáról, ez a izé. Nagy emelkedő. Fogyasőr, gyerekek, hát fogyasőr az, fogyám. Na, de jó van most már azért. Legalább nem felejtettek el szólni. Van, ez bírom. Barna sör. Mi az a barna sör? Olyan kocsvalékokat én nem iszok. Te. Minek nézett engem, baszki? Ember vagyok, én nem iszok ilyen hülyeségeket. Barna színű. Én ilyenekben nem hiszek. Ezek ilyen... haszatolás ez. Jó fasz. Megyünk a Brunóba. Mindjárt ott vagyunk. Jön a napfelkelte, kapaszkodjál. Jön valami parkoló, megállunk ám, bazd meg így durmolni, mert... alig látok már ki, az meg a temen mögül. Na most jól lementünk itt a tábla mellett. Napja passzát, megyünk egyenesen aztán. Jó, az hiszem. Főfele megyünk, tartani kell az irányt. Hát milyen Bratislavába akar ez vinni, bazd meg? Hát milyen Bratislava, gyerekek? Hát hova hoztatok? Most ez visszafordítám bennünket rendesen. Hát az apja faszát. Ott a tábla. Mi az a malacki? Budapest fele megyünk, bazd meg, ne idegesítsél föl! Hogy emeltünk Budapest fele, vissza teljesen rossz irányba megyünk. A Zsák utcába hoztatok bele. Bazd meg.
most ezt hogy oldjuk meg? Hát mit jössz ide nekem, te hülye? Te nézd meg! Beülnek ám elém szempillantás alatt. Ösztönbe megyek, gyerekek, ösztönbe megyek, de hát nem tehetek arról, hogy egyszer csak elfogy az út. Elfogyott az út. Nincs út. Hát akkor hova menjek? Kénytelen voltam Bratislavára ráfordulni. Láthattátok. Hát itt káosz van. Szlovákokra, teljes a káosz. Az meg milyen alagút, ezt te hipnotizálni akarnak? Hogy néz ez ki? Ez egy hipnotizációs alagút. Én már találkoztam Vice-ba. Itt alagút elején bejössz, az alagút végén meg más emberként jössz már ki. Jobbra! A jobbra kell menni! Jobbra! Mutad egyszer egy. Jobbra kell menni. De jó lenne, nem lenne ilyen sötét, mi? Kibaszott dupla pótkocsi is ám jön ám. Reszket. Komárnó az mi? Zilina, Tranava, apja faszátán, hova visz a centrum? Milyen centrum ez? Milyen város az a centrum? Hova vinne ez? Ezt vettem, bazd meg. Össze-vissza ez vinne. Zilina, Komárnó. Hát ez csak jó, nem? Magyar határ fele megyünk. Na bazd meg! Hát de más nem volt. Hogy be kellett volna menni a centrumba, azt onnan elmenni valóba? Ó! Megint itt elvittetek rendesen. Pranava. Gyerekek, jó ez hiszem. A Zilina. Jó fele megyünk. Más fele nem is lehetne menni, az átvisz majd, bazd meg. A lengyel határ fele megyünk. Vissza kell jönni most itt a cseheknél vagyunk. Hol vagyunk? Cseheknél össze. Csehszlovák, egy kutya, bazd meg. Hülye mindegyik. Menjünk vissza, föl lengyel határ, ott is vagyunk. Nem kell itt szórakozni. Na mindjárt Zilinában vagyunk. 50 kilométer, vagy mennyi volt. Apukám. Nagyon öregesen látom. Megfontolt kollega volt, ez nagyon. Nem győzöm kikerülni. Agyatlan. Az a szerencsé, hogy ezek az idióták a leállósában nincsenek beengedve, bazd meg. Oda mindig lehet menekülni ezek elől, hogyha nagyon ott van. Ez a szerencse. Ez a szerencsém.
Na, félre is húzódsz? Te, banda az gyerek. Ez rendes volt nagyon, megköszöntem neki. Milyen rendes volt, látja, jövök százzal. Egyből félre húzódott. Szabó. Ha mi lenne, bazd meg? Megyünk. Megyünk lengyelekbe. Föl éjszakra. Itt meg razzia van? Bazd meg, megint razzia. Te, de akár merre megyünk, razziáznak végig, gyereke. Valaki beköpött, vagy mi van, hogy erre jövök? Nagyon föl vannak készülve erre a helyi cserdjákok. Az meg, ezek el akarnak engem kapni, vagy a lófasz. Ha ne szórakozzatok velem. Ők engem hiába akarnak elkapni, nem lehet valószínűleg úgy megyek, mint a rakéta. Nem tudom, hogy engem itt... Hiába, nem veszitek észre? Itt, nincs ellenszer? Lajos az jön, bazdmeg, az tarol. Egyszer megnyom a gázpedált, aztán kiakasztom az órát. Mindjárt jönni fog itt a lengyel határ. Rendesen bevállaltuk ám ezt a fuvart, gyerekek. Holnap reggelre se érünk ám oda, gyerekek. Kis mazsola, bazd meg. Ez is itt ötpörög. Milyen város itt mellettünk? Valaki felismeri? Ha hol vagyunk? Valami támpont. Nincs itt kiírva semmi. Semmi elágazás. Csak megyünk bele a vakvilágba, gyerekek, mint amikor vizébe voltam Kazasztánba. Ott is ugyanez volt. Mentünk, bazd meg, órákon keresztül. Várja, nekünk izéke. Kosice. Zilina. Zilina kell. Halmazújváros. Jöttünk akkor, baszki. Így le kellett jönni a lengyel határhoz. A Kazasztánban azért nem szívesen megyek el, azért az kemény világ van ott ám, gyerekek ott aztán. Vigyázzik-e? Bazd meg, itt a határ. Beugrunk egyet tankolni, ha már itt vagyunk, mert nehogy itt nekem balré legyen. Fasz, hiszem, hogy tele van a tank már szinte. Nehogy állok meg tankban, mert kurva drága itt a gázolaj. Lófasz állok meg, gyerekek. Megállunk egyet, tachográfot cserélünk, mert azért nem látok már ki a... ezértől. Te! Nem lehet itt megállni? Velem ne baszakodjanak. Ha letalpalok akkor. Megoldás mindig van! Le! Tessék! Többet észre, vagy többet Lajossal. Ilyen egyszerű. Mindenre van megoldás. Amire nincs, azt még... Na! Jó van, figyeljetek, míg termeli a levegőt, beugrok a bótba, jó van? Aki elmegy, az... az igen elmeszeli nálam magát, az egy életre. Az biztos hétszenség, jó van? Gyerekek, 2 perc. Dobok egy Ganges. Aztán... megyünk tehát tovább, addig termeli a levegőt az a lófasz. Hozzak valami kiflit nektek, ma mondom, vagy valami legyen.